mondtam nekik, nehogy várunk két hétig, dehogy várunk egy hónapig. Megtértetek? Meg akartok keresztelni? Igen. Akkor vasárnap vízkeressék. Itt a medence mit gátol, hogy megkeresztelkedjenek. Amen. Aznap megtértek az emberek, 3000 ember is beletek merítve. 3000 egy nap alatt. Akkor rátok, mi várna más. Tudjátok, nem tudok mást elmondani, csak ennyit. Ezek a bizonyságaink. Megkérdezik, hogy de ebben a gyülekezetben hogy is működnek a dolgok? Vagy mi is van itt? Meg olyan nagyon furcsák, mert nagyon furcsa dolgok vannak. Igaz? Elég furcsa. Ez a pásztor kiabál, az a másik ugrándozik, az a másik meg valami új nyelveken beszél. Össze-vissza itt beszélnek. Ez meg nyújtja ki az emberek lábát, megnyúlnak neki, valami biztos valami hipnózissal, vagy valamivel dolgozik, valami parapszichológus, vagy ki tudja mi ez. Csoda doktor. Tudjátok, a doktorok doktora, az ő neve Jézus Krisztus. De ez a doktor bennem él. Ez a doktor benned él, ha befogadtad őt. És azt mondta nekem az Úr, meg fogja áldani azokat, akik a kapuimon belül vannak. Meg fogja áldani azokat, a fiakat, ugyanazok a jelek, csodák kezik el követni a szellemi fiaimat, gyermekeimet, mint amit engem követnek. Én is kapom, és én is adom. Amen. Aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Amen. Akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben betegre vetik kezüket, és meggyógyulnak.